Sziasztok, Krisztián vagyok, és ez itt a Kriptomókus YouTube csatorna. Teljesen más videóval készültem nektek, viszont aktuális helyzet miatt gondoltam bejelentkezem, és én is elmondom, hogy az ilyen szituációban én mit csinálok, és lehet, hogy ti is tudtok tanulni ebből a szituációból. Ugye ez elsősorban egy NFT csatornának készül, de ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkoznék más kriptó hírekkel vagy kriptó projektekkel. Rég nem láttunk egy ilyen krízis helyzetet. Ugye az utolsó nagy ilyen durranás az a COVID kitörése volt 2020-ban, viszont ilyen politikai konfrontációt már rég nem tapasztalhattunk, szerencsére. Most ismét itt van egy, és ez ugye kihat a világgazdaságra, a világpiacaira, és kicsit így el szeretném mondani a véleményemet, hogy az ilyen szituációkban én mit csinálok, és mi is az, amit javasolt, hogy az emberek csináljanak. És mielőtt megnéznénk a kriptókat, itt láthatjuk, hogy a tőzsdék is erősen esnek. Itt például az arany erősödik, az olaj is durván erősödik. Ugye így az orosz konfliktus miatt, és az összes tőzsdei index nagyon erősen esik, ami nem meglepő. És nézzük meg a kriptókat is. A kriptók is erősen, még erősebben, ahogy szoktak, esnek. Ugye vérvörös minden. Láthatjuk itt, hogy a 24 órában Bitcoin 10%-ot esett 35 ezerre, Ethereum 13,6%, és mindegyik ilyen 10-20%-os esést produkált így az utóbbi 24 órában. Politikailag nem nagyon szeretnék belemenni a témába, mert egyrészt nem vagyok szakértő, tehát nem, szerintem nagyon-nagyon sok fonala van ennek az egésznek, és történelmileg az összes kis apróságot is tudni kéne ahhoz, hogy itt tényleg véleményt tudjunk formálni. Ugye ez a NATO és orosz konfliktus, ez nem most keletkezett, tehát ez nem új ez a probléma. Ugye ez minimum 30 évvel ezelőtt kezdődött, amikor Gorbacsovnak meg lett ígérve, hogy a NATO nem közeledik Oroszország felé. Most erről is vannak pletykák, hogy ez nem volt megígérve, hogy ez csak állítólag szóban hangzott el, de hogy még csak szóba se hangzott el. Szóval annyi információ és annyi rossz információ kering, hogy itt szinte képtelenség véleményt foglalni. Megértem az oroszokat is, abból a szempontból, hogy a NATO így az elmúlt években, az utóbbi 30 évben ugye egyre jobban közeledett az oroszok felé, viszont nyilván nem elfogadható az, hogy egyszerűen berohannak egy másik függetlennek vélt országba. Arról is ugye keringenek a hírek, hogy Putin, ahogy öregszik, egyre többet foglalkozik az orosz történelemmel, és beszeretné írni magát a történelem könyvekbe, ezért most így az utóbbi éveiben próbál még valami nagyot dobni, és nagyot itt hagyni az orosz népnek. Szóval nem nagyon szeretnék itt állást foglalni, nem is tudom, hogy mire lehet számítani, Ukrajna megadja-e magát, jelen pillanatban nem úgy néz ki. Mit fog csinálni az EU, már ugye szankciókat már bejelentettek, ugye ez a Nord Stream 2, amit felbontottak, de ez inkább a németeknek fog fájni, mint hogy az oroszoknak. Szerintem Oroszország teljesen az EU kapcsolatát teljesen így most felmondta, feladta.
Az is érdekes, hogy már hetekkel, hónapokkal ezelőtt az orosz oligarchák az EU-ban elhelyezett pénzeket lassan-lassan kivették, és szerintem Kína így nagyon elkezdte az EU-t hanyagolni, és teljesen Kínára fókuszál. Mondom, nem nagyon szeretnék mélyebben belemenni, nincs nagyon véleményem, nyilván elítélendő a háború, és ugye mindig az van, hogy fönt a politikusok sakkoznak, és a sakkbábuk meg emberek, ártatlan emberek, civilek, akár katonák, akik az életüket kockáztatják, és ilyen célokért úgymond harcolnak, és pénzt költenek, irgalmatlan mennyiségű pénzt, ugye fegyverekre, ebben is ugye biznisz van. Úgyhogy én erre annyira most nem is akarnék kitérni, inkább arra, hogy mire lehet számítani, és most mit csináljunk a befektetéseinkkel. És ez ugye attól is függ, hogy ez a konfliktus most mennyire fog elhúzódni. És én szerintem, ahogy én ezt így most látom, így első nap, amikor megtámadták Ukrajnát, ez nem úgy tűnik, mintha a következő pár napban ez meg fogna oldódni. Az ukránok most eléggé védekeznek, úgyhogy ez nem úgy fest, hogy az a következő egy-két napban meg fog oldódni. Tehát nem számítok arra, hogy a részvények és a kriptók most két nap múlva az egekbe mennek, sőt, én inkább arra számítok, hogy ez a konfliktus még csak most kezdődik, tehát ez szerintem hetekig minimum húzódni fog, és tárgyalások lesznek, szankciók lesznek, lehet csapások is, ugye nem kizártak, az ukránok visszacsapnak, erre az oroszok bedurvulnak, tehát itt bármi lehet, nem úgy fest mai állás szerint, hogy ez így a következő napokban meg fog oldódni. Ezért én arra számítok, hogy a tőzsdén a részvények, a kriptók, azok továbbá esni fognak. Ugye gondoljunk bele, hogy nagy cégek, nagy bankok fektetnek ugye részvényekbe, talán valamennyire kriptókba is. Ugye egy ilyen szituációban mindig biztosra kell menniük. És megvan minden cégnek adva, hogy mennyi rizikós pozíciót lehet bevállalni. És ugye ilyen szituációkban ezt a rizikót csökkenteniük kell. Tehát elsődlegesen az olyan eszközöket kell eladni, amik a legrizikósabbak, és nyilván ez a kriptók, és ezek a részvények. És nézzük meg a bitcoinnak az árfolyamát is. Annyira nem tűnik még vészesnek a szituáció, tehát 35 ezer dollárnál áll a bitcoin. Nyilván, ha azt nézzük, hogy tavaly októberben itt fenn voltunk 65 ezeren, akkor kb. Megfeleződött az árfolyam. Viszont láthatjuk, hogy egy éve kb. Ugyanitt voltunk. Április, májusban esett vissza ugyanerre 35 ezerre, sőt kicsit 30 ezer alá is beköszönt a bitcoin, és aztán láthattunk egy nagy menetelt. Szóval még nem olyan drasztikus a szituáció, én a következő napokban és hetekben további esést várok, viszont ez nem jelenti azt, hogy én most mindent el fogok adni, sőt, nem adok el semmit. Itt nagyon fontos megjegyezni azt, hogy neked mi a stratégiád, mert én például én egyáltalán nem szeretek tradezni. Tehát mindig, amikor így tradeltem, akkor megszívtam. Sose, de tényleg sose volt nyereséges tradem. Nekem az jön be, hogy hosszú távon, és ez a kriptókban akár, ez a hosszú táv lehet akár csak egy pár hónap is, de ugye ha részvényekbe fektetünk, és azt mondjuk, hogy hosszú táv, akkor több évre, 2-3-5-10 évre gondolunk.
És kriptóba azért nézzük meg, hogy 2022. februárja van, de ha két évet visszamegyünk, akkor hol voltak a kriptók? Tehát ilyen 6000 dollárnál. És hogyha 6000 dollárnál beszálltál, és most van 36000 dolláron, akkor az még mindig egy hatszorozást jelent. Tehát hiába sírunk, hogy most 65000-ről visszaesett 36000-re, ez a kriptókba ez évente minimum 3-4 előfordul. Szóval itt több dolgot érdemes figyelembe venni. Ha te tradelsz, akkor én sajnos nem tudok neked tanácsot adni, mert nem tudom, hogy mi fog történni a következő 1-2 napba, vagy a következő 1-2 hétbe. Én most jelenleg azt mondanám, hogy megyünk tovább lefelé, akár 30000-ig is, 30000-nél azért egy elég erős támasz lehet, ahonnan így visszapattanhat az árfolyam, viszont azt se tartom kizártnak, hogy 30000 alá nézünk. Még egyszer, nagyon fontos, hogy mi a te stratégiád. Mindig legyen egy stratégiád, tehát ne csak fej nélkül, ész nélkül fektess be, aztán lesz, ami lesz, hanem legyen egy stratégiád. Ez a stratégia nálam úgy néz ki, hogy én hosszú távra fektetek be nekem. Én tudom azt, vagyis szent meggyőződésem, hogy a Bitcoin egy nap, legyen az 8 év múlva, legyen az 10 év múlva, 1 millió dollárt el fogja érni. És akkor meg lehet kérdezni, hogy akkor ez a 35000 dolláros árfolyam, vagy hogyha akár beesik 20000 dollárra, akkor az jó-e vagy rossz? Ha szent meggyőződésed, hogy pár év múlva, 8 év múlva, 10 év múlva, vagy legyen az 15 év múlva az árfolyam nem csak hogy 100000-et, de 200, 300, 500000-et is meg fogja haladni, akkor kérdezd meg magadtól, hogy ez jó vétele lenne 35000-nél vagy 20000 dollárnál. Viszont ha olyan pénzed van benne, ami amúgy se kéne, hogy benne legyen, mert hogyha a következő 1-2 hónapba, vagy 5 hónap, 10 hónapba olyan pénzed van benne, amivel te számolsz, és amire neked szükséged van, akkor az amúgy is már rossz. Tehát azt lehet, hogy azt csökkenteni, vagy lehet, hogy azt kivenni. Eleve kriptózni csak úgy szabad, csak olyan pénzzel, amit nem sajnálsz rá. Amit azt mondod, hogy ez a pénz nem létezik. Amire az számít az, hogy oké, ez a pénz most nekem nem kell a következő 5-10 évre, viszont ez a pénz 5-10 év múlva lehet, hogy a százszorosát fogja érni, lehet, hogy 50-szeresét, lehet, hogy a 20-szorosát. De sose olyan pénzzel kriptóz, amire szükséged van a következő pár hétbe, hónapba. Nyilván lehetne olyan stratégiákat itt alkalmazni, hogy most azt mondod, hogy jó, én most itt kiszállok, és majd visszaveszem, ha 25000-be beszakad. Ehhez viszont akkor biztosra kell menni, hogy igenis be fog szakadni 25000-re, és nem az lesz, hogy most holnap az ukrán elnök bejelenti, hogy kapitulálnak, és a Bitcoin megindul 45000 felé. Akkor szépen itt eladtad 35000-be, és visszaveszed 45000-be. Ami az se baj, csak rizikókat válasz, és spekulálsz valami olyasmire, aminek nem biztos a kimenetele. Szóval lehet itt spekulálni, én nem szoktam spekulálni, nekem mindig az jött be, hogy hosszú távon hagyjuk menni, ahova megy, és bízunk benne. Szóval én nem adok el semmit, részvényekre ez ugyanígy igaz, tehát van egy kisebb részvényportfólióm is, ott se adok el semmit, sőt, ha lenne pénzem, akkor most szépen vennék, mert az utóbbi pár hónapban ott is eléggé rosszul teljesítettek a részvények. Szóval, ha lenne pénzem, én lassan-lassan belefektetnék a dolgokba. Azért mondom, hogy lassan, mert mondom, lehet, hogy még sokkal mélyebb pontokra fogunk kerülni, és
nem mernék most all-in menni, de ugye az a legbiztonságosabb, hogyha hosszú távon gondolkodsz, és hosszú távon azt látod, amit én, hogy jóval magasabb árfolyamokat is fogunk látni, hogy most beleveszel, jövő héten beleveszel, 3 hét múlva beleveszel, tehát így, amire, ha van egy összeged, és azt szánod most befektetni, akkor ezt biztos elosztanám a következő pár hétre, hónapra. És akkor tök mindegy, hogy most megoldódik a szituáció, és visszamegyünk 40 ezer, 45 ezerre. Mondom, ha úgy gondolkodsz, mint én, hogy 10 év múlva egy 1 millió dolláros bitcoin árfolyam lesz, akkor tök mindegy, hogy 35 ezeren, vagy 40 ezeren, vagy 30 ezeren fektettél bele, mindenképpen jól fogsz járni. És ugye most a bitcoinról beszélek, de ugyanez igaz a többi más altcoinra is, meg az NFT-kre is. Azt ugye érdemes megemlíteni, hogy a bitcoin az úgymond a fő, tehát az a domináns kriptó az egész kriptovilágban. És ilyen szituációkban, amikor megy a piac lefelé, akkor a bitcoin kevesebbet megy lefelé. Tehát láthatjuk, hogy itt most 9%, de a többi mind ilyen 12-13-17%-ot ment lefelé. Viszont ha emelkedik a piac, tehát ha mondjuk lemegy a bitcoin 20 000-re, 15 000-re, és elértük az alját, és elkezd megemelkedni, elkezd megoldódni a konfliktus, és már jobb a kilátás, a Fed kamatemelés is mögöttünk van, stb., akkor viszont lehet érdemes átmenni altcoinokba, top altcoinokba, mert általában, hogyha felfelé megy a piac, akkor ezek az altcoinok jobban is teljesítenek, mint a bitcoin. Ez például olyan, hogy amikor a bitcoin fölment 65-70 ezerre, 20 ezerről, akkor az volt mondjuk egy háromszorozás, akkor az Ethereum viszont felment, nem tudom, 800 dollárról, majdnem 5000 dollárra, tehát csinált egy mondjuk 6-szorozást, 7-szerezést. És ugye még egyszer, ez itt most az Ethereum árfolyama. Ha itt megnézed, hogy 2017-18-ban egy nagy felfutás után ilyen 1200 dollárra felment az Ethereum, és aztán lassan itt vissza-vissza ment. Legyél őszinte, ha itt belefektettél mondjuk legelőször 1000 dollárnál, és utána jött egy hosszú-hosszú periódus, ahol csak lefelé ment az árfolyam. Nézd meg, 1000-ről lement 600, 500, 400, 200, 100, 180, 180, 120. Két évig, másfél évig volt egy olyan periódus, ahol az Ethereum szinte csak lefelé ment, és 800 vagy 1000 dollárról lejött 100 dollárra, és itt maradt másfél-két évig. És ugyanez az, amit mondtam, ha itt én már befektettem volna, még akkor nem voltam a kriptokba ennyire biztos, és nem értettem nagyon, hogy miről szól is ez az egész. De gondolj bele, hát nem egy áldás lett volna 100 dollárért Ethereumokat venni, amikor ma meg ez az árfolyam 2600-2300 dollár? Kérdem én, hol lett volna jobb venni, 100 dolláron, vagy 2300 dolláron? És valószínűleg 5 év múlva meg fogod magad kérdezni, ha az Ethereum 20 000 dolláron lesz, hogy mikor lett volna jobb venni, 20 000 dolláron, vagy 2300 dolláron? Vagy hogyha most van egy kevésnyi Ethereum pozíciód, gondold végig, hogy ele akarod adni. Még a nagyon nagy befektetők még nem tudtak belevenni, ahol van ugye a legtöbb pénz, mert egyszerűen a körülmények nem engedik. Tehát megvan ugye szabva egy nagy nyugdíjpénztár, nem mondhatja például azt, hogy ők most konzervatívan befektetnek, és részvényekbe is maximum 15-20%-ot tudnak fektetni, akkor ők nem mondhatják azt, hogy
oké, akkor most fektetünk kriptókba, ez le van írva, ez meg van szabva, ez törvényileg nincs alátámasztva, hogy ez megengedett, de szerintem a következő években pontosan ez lesz, hogy el fogják ismerni, hogy a kriptók igenis a jövő, igenis van létjogosultsága, és ezek a nagy pénzes cégek, nyugdíjpénztárak el fognak kezdeni masszívan, masszívan belefektetni. És akkor örülsz, hogy itt mondjuk 2300-nál szálltál be, és nem 25.000 dolcsinál. És ugye ne felejtsük el, hogy a krízisek azok lehetőségek is, mert nagyon sok olyan történetet hallottam, hogy a 2008-as válságban, aki felismerte a szituációt és felismerte a helyzetet, és a mély pontján belevett részvényekbe, vagy házakat vásárolt fel, amikor azok bedőltek, apró pénzért szinte, azok utána rövid időn belül, akár 1-2-3-5 éven belül nagyon szépen profitáltak belőle. Ugyanez volt a 2020-as Covid válságnál, ugye amikor kitört a pandémia márciusban, amikor elrendelték a lezárásokat, akkor minden brutálisan beszakadt. Emlékszem, a tőzsdék ilyen 10%-ot estek egy nap, tehát azt azért nem lát sokat az ember. De év végére még sokkal magasabb szinten volt még, mint mikor február-márciusban, még az esés előtt. Tehát ott, ha valaki akár bitcoinba, ugye a bitcoin is beesett, azt hiszem ilyen 10-11 ezerről 3-4 ezer dollárra, és év végére meg fölment 30 ezerre. Ne számítsunk most ilyenre, csak annyit mondok, hogy válságok alatt vannak lehetőségek is, kitartónak kell lenni, nem eszementen az első nap mindent bele kell fektetni, hanem szépen ki kell várni, meg kell nézni, hogy hova megy a piac. Lehet, hogy ez egy hosszabb történet lesz, és most hetekig, hónapokig csak piros gyertyákat fogunk látni, de biztos vagyok benne, hogy pár év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva sokkal, de sokkal magasabb árakat fogunk látni. Szóval ennyit az aktuális szituációról, remélem segít neked ez egy kicsit így kiigazodni, és átgondolni, hogy mi is a stratégiád, és mit szeretnél csinálni. Én elmondtam, hogy én eladni nem fogok semmit, átmenni stablecoinba nem fogok, 10 évre gondolkozok, nem a következő pár hétre, és hogyha még tovább esnek a kriptók, akkor még többet fogok belevenni. Nem sokára jövök egy újabb NFT videóval, de addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!